Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és folytatjuk a Crusader Kings 3 Let's Play sorozatot itt Észak-Pomerániában, mert hogy ide vetett minket a pápa. Egyébként pedig egy gyerek vagyok. Juhú, 10 éves, viszont legalább robosztus, szóval jó nagy válaslegény leszek, ha megélem, mert éppen Elek nagybácsink eléggé áskálódik ellenünk, szeretné, hogy igazából ő legyen ott, ahol most mi vagyunk. Nem Észak-Pomerániában, hanem a hercegi trónon, valami ilyesmi. És akkor most fognak minket elverni, és ez nagyon rossz lesz. De összeszorítom a fogam, és akkor nyilván kibírjuk, ameddig csak ki lehet. Viszont Szabolcsban alacsony a kontroll. Ó, de elfelejtettem küldeni embert. Basszus, igazad van, játék. Marsalom azonnal meg is halt. Count Mózes. Ki az a Count Mózes? Veszprémből. Hű, várjál, te amúgy jó lennél Natália helyére, spion mesternek, kár, hogy utálsz. És akkor ide pedig jöhet Vasilej, gondolom. Mi történt Elekkel? Eleket börtönbe zárták. Amúgy, ez egy megoldás, még ha nem is pont az, amit én szerettem volna, vagy amivel én mentem volna, de ez egy megoldás végül is. A Councilor Dezső died, igen, ő volt a marsal. Ally captured. És most nekem kéne egyébként őt kiváltani? Már a háború végével úgyis szabadon engedik, nem? Mert addig maradhat. Mert addig legalább visszanövelkedik a hadseregem, gondolom. Nagyon csúnyán elkalapáltak. Még mindig 6/4-en vagyok. Ez nem lesz szuper jó, igaz? Van Guardianem pedig, de nem nagyon nevel. Kár. Na mindegy, küldjük haza ezeket. Megpróbáltam keresztes hadjáratozni. Nyilván benne jöttek a szarban a barátaim. Count Elekkel viszont kötetnék egy szövetséget, akkor viszont ezt minden további nélkül megkötjük. Ezt lehet, hogy eddig is meg lehetett volna tenni. És innentől kezdve ő nem tud ellenem frakciózni. Nagyon jó. Uncle in law, ő viszont nem akar szövetséget kötni. Jó, és még ami fontos, hogy most jelenleg nincsen akkoládom. Gondolom újra kéne egyet hozni. Hol is van ez? Ja, igen. Nem, de nem itt van. Inaktív akkolád, disztrojolni tudom a borsod farkasa címet. De itt nem tudom disztrojolni, mert nincs elég presztízsem. Ugye azon lehet segíteni azzal, hogy mondjuk elmegyünk a bányatóra játszani a többi gyerekkel. Figyelj, akár el is mehetünk, mert ha mondjuk most én meghalnék, és az Elek jönne a helyemre, hát... Istenem. Nem Elek az örökösöm, hanem Judit. A húgom. Oké. Nekem ugye ez megfelel, de kicsit meglepett. Akkor viszont elmegyünk a bányatóra, elviszek mindenkit, akit ismerek, szerzünk presztízset, és a presztízsből fogom visszaállítani a lovagi méltóságát a borsod farkasának. Meet Pierce, let's go! Borsodban, és akkor nem kell ilyen travel, stb. Ami kell, az szokat nem tudom állítani. Akkor ez csak ennyi. Nem lesznek nagy állítások. Recreation, ennyit lehet vele kezdeni, akkor rekreálni fogunk. It's fine by me. Egyébként viszonylag jól állnak keresztes adjára, tehát 87%. A contribution-öm oda az első. Első, mert szanaszét mészároltak. Oké. Okay. Ki tudok kinevezni? A nagynénémet Esztert mondjuk ki tudnám nevezni. Ja nem, ő apáca, tényleg igazad van. Akkor marad a Mária. Na közben mindenki megérkezett, 3-an vagyunk. Ha jól látom? Nem, 17-en. Jézusom, tényleg összegyűjtöttem az összes gyereket az egész királyságból. Regent is now more powerful, majd ezt igen kezdenek el valamit. Mutatom, hogy akarok-e bátorságot? Igen, szeretnék. Főleg Kunigunda ellen. És így most a vazolusaim kicsit jobban kedvelnek, hogy ők erről hogy hallottak, az egy jó kérdés. De mindenkinek elmondtam, vagy valami ilyesmi, nem tudom. Ugye ez ki az a Power-ről akarok kezdeni valamit.
Ezt háromfajta módon tudom megváltoztatni. You increase your prowess. Ja? Várj, prowess, hogy marsat akarok én növelni. Inkább prowess, igaz? De én ilyen pensív vagyok. Nem baj, még formálódom. Jó, Mária Árpáddal egyébként vele kardoztam. King Dobrinának, a Dobrina királynak az unokájával. Ott aztán van egy asszony, te jó ég. Oké. Sok boldogságot az ifjú párnak, vagy valami ilyesmi. Climbing. Ott, hát én megint csak penzív vagyok. De nem akarok költeni presztízset, mert azért jöttünk, hogy presztízset szerezzek. Inkább farmolnám a prowess-t, ha nem gond. You get an Empress Cream on the County of Rhin. Bécset megszerezhetném, mondjuk az menő lenne. Határosak vagyunk persze, csak HR-én belül van, én meg nem. Jó, ez megvan, mindenki nagyon jól érezte magát, senki nem halt meg. Én ezt abszolút sikeresnek érzem, ezt a mókát, és most már vissza tudom állítani ezt az akkoládot. Én nem akarok se content lenni, se pedig cinikus. De valamelyiket muszáj lesz. Akkor leszek cinikus, gondolom. És Sean Lynn pedig a barátom lesz. Sean Lynn, ő egy... askenázi rabbinik hölgy. Hát, lányka. És meg is érkezett valaki, aki méltó tisztje lenne a borsod farkasának. A Pafi Mátyás? Jól láttam. Nem így. Várjál, nem így. Ah, de rossz, hogy ezt annyira bonyolultan van megcsinálva. Innovative accolades, borsod farkasa, appoint, Matyás. Matyikám, te vagy mostantól borsod farkasa, te adsz nekem Glory Hand Vessel Opinion plusz 15, az jó, mert az jó. És Army Damage plusz 20% a seregében. Max Size of Archer Regiment plusz 4, oké, ez elég durva. Archer Damage, Archer Toughness. Alright, oké, ezek jó dolgok, ezek tetszenek. Lehet, hogy mégiscsak megint, most már, hogy nem vagyunk annyira veszélyben, összehívom én megint a bandát, és felmegyünk Pomerániába, mert láthatóan nem boldogul az utolsó simításokkal már a jó ember. Tengri kunok jelentek meg az udvaromban, befogadom-e őket? Sure. Figyelj, kunok, szóval valahol szegről végről történelmileg akár jöhet. Figyelj, itt van egy ilyen terület, úgy hívják ennek, hogy ság. Költöz oda, és akkor az a kunság. Mit szólsz hozzá? Na, örülök, hogy ezt meg tudtuk beszélni. Borsod farkasának viszont nincsen megfelelő utódja. Majd keresünk. Ne zavarj ilyenekkel. Inkább azt akarom, hogy az anyánknak kicsit odaszólni, hogy óvatosabban már anyánk. Nem tudok odaszólni neki. Hát ez szomorú. Viszont aztán ezt Attila Eszterházi meghalt, Eszterházi Attila, ugye ő volt ráadásul a nevelőm. Kell egy új nevelő, mert azért még nem vagyok felnőtt. És akkor ez a háborúzó dúd lesz az új nevelőm. Inkább legyen az a Tortugul Klimak. Mert ő mondjuk stewardship-et tudna nevelni belém. És az nem ártana. 6/4-en vagyok még mindig. Egyel tudom majd felvinni talán egy jó feleséggel. De azt sem szabad biztosra venni. Szóval... akkor... mindjárt megérkezek ide éjszakra. Hát nagy kár, hogy az előző karakterrel így nagyon durván kútba esett a tervem. Tehát nem olyan tudom mit csinálni vele. Tehát ez olyan, hogy... baleset történt. Szörnyű tragédia, de hogy nem lehet mit csinálni ilyenkor. Melyik a cél? Pomerália és Pomeránia is? Ott jön szembe valami nagy. Na, annak nem kéne neki menni, mert ők sokan van. Legalábbis nem elsőre. Bár lehet, hogy besegítenének a többiek. Szinte kizárt, hogy besegítsenek. Ha itt támadnék... akkor az egyik ugye kikerülnénk.
vagy kikerülnénk, itt a csatára sor kerülne 12 nap múlva, itt 11 nap múlva. Ez kiér az erdőből 2 nap múlva, ez 5 nap múlva. Akkor velük nem kell csatázni. Próbáljunk meg egy ilyen bátor támadást, és akkor a többiek is, ha segítenek, akkor nyerhetünk. Ott lecsaptam bizony, és nagyon szép koordinált összecsapás most ez. És ez például adhat nekem nagyszerű dolgot. Jönkéző szülőség by one. Ó, oké. Anyánk mesélt egy történetet Lászlóról, a kevei papról. Egyen növekedett a stewardship-em, és ezzel felmentünk 6/5-re. Ahogy az tökéletes. Miközben itt a csaták is jól alakulnak. Sőt, mindezek után én még megpróbálhatom őt is legyőzni. Lehet, a többiek is oda jönnek. De hát, ha nem. Úgy látom, ők megálltak ott. Oké, talán most jönnek tovább. A lényeg, hogy én nyissam meg az összecsapást. És akkor minden szuper jó lesz. Mert most így a rankban én vagyok az első. Nem én nyitottam meg az összecsapást, bár úgyis talán az elesett katonák számát számolja. Jó, és akkor kezdjünk el ostromolni. Viszont, te megsérültél? Egy picit. Majd elmúlik. Remélhetőleg. Egy félszemű, tehát az valószínűleg nem fog elmúlni, de a sérülés az talán elmúlik. 87%-on van a háború. És közben, egyébként, újabb klémeket kéne pakolgatnom, nem igaz? Elekre. Mert tovább kell növelnem a hatalmamat, most már egy mindenfelé megyünk. teljesen eszetlenül, amit tudok, azt megpróbálom behúzni. Ennyi az összes taktika, ami jelenleg így alkalmazásra kerül. De itt a Bihar vármegye az tök jól jön neki szerintem, hogyha sikerülne megszerezni. Elek még mindig nem boldog, de ugye most már szövetségesek vagyunk. Én nem tudom elvenni az ő földjét, ő nem tud lázadni ellenem. Ez egy szép kapcsolat szerintem. Mindenki boldog, vagy legalábbis van, aki boldog. Én boldog vagyok ezzel a dologgal, egyelőre. Amúgy az lenne a cél, hogy Eleknek sok fia szülessen, és közöttük felbomoljon ez a királysága. Jelenleg egy darab fia van, vagy hát uradalma. Egy darab fia van Orbán, ugye az apjáról nevezte el. De még jöhetne pár. Jöhet egyébként még pár. A felesége 37. Akkor már nem olyan sok. Én ebbe így belehúznék, hogyha az ő helyükben lennék. 15 nap van hátra az ostromból. Ugye ez most Sitno ostroma, gyönyörű nevű város. Ez megvan, én pedig akkor így nekiállok Szedinának, amit már egyszer sikertelenül ostromoltam. 94% így. És Jakuszt pedig ki tudom engedni 100 aranyért, na nekem már mostantól már így megérte ez a balhé. Az ott egy csata lesz, ha minden igaz. Amit nem én nyitok meg, de becsatlakozom idővel. Most. Becsatlakoztam. Miközben megyünk Szedina irányába. Szedinia irányába. Még ezt a sereget elkaphatnám, de nem tudjuk. Max ott a mocsárban. Nem, onnan is tovább megy. Akkor maradunk itt, kezdjük az ostromot. Majd más megy a mocsárba háborúzni és meghalni. Csatákból úgy sem jön be most már Warscore, bár Contribution talán bejönne. Igen. Contribution bejönne. Regent successfully, unsuccessfully furthers mandate. Próbált pénzt szerezni. Ja, a stresszom amúgy nagyon magasan van. De miért? Közben egy Weichart nevű udvaroncot ajánlanak nekem, aki elvileg jó lenne orvosnak is. A Péter ajánlja Esztergomból. Ővel szerintem jobban vagyunk. Szóval köszi Péter. Nagyon kedves vagy. Az ott támadni készül? Az ott támadni készül. Ez nem túl jó hír, mert láttam elég magas minőségű a serege. Ahogy nyilván elkapnak. Jó napot, nem akar valaki jönni segíteni? Nem akar valaki jönni segíteni. Hát jó. Akkor mindegy. Én se akartam, hogy jöjjenek segíteni, csak úgy tettem. De most már talán elég magasan vagyunk. Score ügyileg. Hogy ezt a háborút, ha behúzzák, akkor azt
én legyek, vagy az én emberem legyen a kedvezményezett. Court Physician-ben, akkor ezt a Vicart jön a Court Physician-nek, akit a Péter ajánlott. Ugye Péter Veszprémből, nem Veszprémből, Esztergomból, Komáromból? Esztergomból. Péter. Druget Péter. Felfedeztük az Advanced Book... Bowmaking-et, nem... Nem Bookmaking, az Bowmaking. Advanced Bowmaking. Shooting Range, Crossbowman... Jó. Hát nincsen rá helyem. De ha lenne, építeni crossbowman-es cseket, mert amúgy azok jók. Építkezni tényleg kéne. Teszem be. A seregem az így... ide visszavonult. És még egyben van. Hát erre nem számítottam. Akkor újra megpróbálunk ostromolni. Bár hogyha az az ostrom megvan már, akkor valószínűleg már egy kész leszünk. De most miért lettem content is? De ez mi? Feljött az ugyanaz esemény háromszor, és mind a háromszor igazából kiválasztotta velem a következőt, ami még nem volt kiválasztva. What? Na ez annyira felhúzott, hogy Rozgonyi Pált most én bulizni fogom. Ennek is sok értelme van ennek az eseménynek, hogy ugyanazt a három trétet adja ki. És akkor egy válasz. Következőnél már a háromból csak kettő is válasz. És aztán a háromból egy is válasz. És csak most én content lettem, mert ez fantasztikus. Még a cinikus, a humble az szuper. A cinikussal még meg tudtam volna küzdeni. De ez a content... Ezzel nem vagyok boldog. Dixon of Wooden Sword. Éppen játszott a kertben Pál a fakardjával, és... nem, múltkor törtem el a kardját. It broke as an old thing when I grabbed it from hands and smashed it. Most törtem el a kardját? Most törtem el a kardját, mert túl boldogan játszott. I have been a bad boy. Ezt miért így mondja? 50% esély, hogy növekszik a diplomáciám, és megbocsájt, vagy bocsánatot kérek tőle. Próbáljuk meg. Ó, bejött. Én stresszeltem kicsit tőle, de legalább most már a Pál nem az áldozatom. És ami ennél is fontosabb, hogy némi stresszt kaptam. Nem jó, de nem is tragikus. 14 vagyok, akkor a mai részben már fel fogok nőni, igaz? Legalábbis 16 éves korom az így meg lesz. Hát ezek a statisztikák, ezek nem zseniálisak. 4, 6, 7, 8, 8. Majd idővel. Majd idővel. Ugye jelenleg két esélyes a dolog. Nem két esélyes. Jelenleg stewardship-en vagyok. Stewardship education-en. Lehettem volna learning-es és stewardship-es, és ugye azt bíztam rá igazából a véletlenre, hogy most melyiket válassza ki. Nekem jó a stewardship. Ugye volt egy stewardship karakterünk már. Most lesz még egy stewardship karakterünk ebben a let's play-ben. Amint az ostrom megvan, most már amúgy tényleg meg kéne nyerni ezt a háborút. Kivéve, hogyha addig visszaszerzi ott azt a részt. Szemerei Szilveszternek, Árva urának mennyire hihetek? Encourage development. Jó, Szilveszter, csináld, amit szeretnél. Azt hallottam, hogy te tanácsba akarsz ülni? Mit tudsz? Stewardship-et tudsz, de az a baj, hogy nem annyira, mint Alajos, aki egy ilyen stewardship juggernaut gyakorlatilag. Most két befolyásos vazalus van, aki nem ül a tanácsomban. Az Elek és a Szilveszter. Elek az nem számít, Szilveszter meg éppen azért nem számít. És így viszont megnyertem a háborút. Szent György velünk volt. Én kaptam jó sok pénzt, jó sok presztízset és jó sok piétát. És akkor a rokonunk került a trónra. Pomeránia trónjára. Nagyszerű, minden jól alakult. Let's go! Na most már van elég presztízsem mindenre. Még, igen, egy claim, meg Gregorst kiengedjük pénzért. És akkor van arra presztízsem, hogy azt mondjam anyámnak, hogy most már elég lesz, amit csinálsz, anyám. Légy szíves, vegyél vissza magadból. Ez milyen esemény? Érkezik hozzánk a király?
Boris király eljön hozzánk látogatóba. Hát nagyon izgatott vagyok. Úgy látom, hogy rögtön nálunk is kezd, mondjuk tény, hogy mi vagyunk a legközelebb hozzá, akkor megvendégeljük most még a Boris királyt, és megnézzük, hogy mit szól ahhoz, amit lát. Kicsit sár van, kicsit szar az idő, de hogy gyere be, Boris királyom, mi a célja ennek az útnak? Azt, hogy megfélemlítsem. Jól megy a látogatás, de egyszer csak véletlenül pont arra az egy helyre vezetem a királyt, ahol nem akartam, hogy elmenjen, vagy eljusson. Ez pedig a kincstáram. És akkor megpróbáltok itt így ügyeskedni, hogy jaj, hát ne azt hiszem úgy volt, vagy pedig rávenni pénzzel, hogy inkább ne arra, tehát hogy ezt engedjük el. Vagy pedig, hogy azt mondani, hogy ó, hát pont ide akartam vinni. Ezek érdekes választások, mert kicsi az esély, hogy... Kevesebb, mint fel az esély mindkét esetben, hogy sikeres az, amit megpróbálok. Viszont, hogyha alapból így belállok a dologba, akkor kapok egy weak hookot Borisra, ami hasznos lehet, mert mégiscsak a királyunkra egy weak hook. Úgyhogy döntse el, hogy mit akar kezdeni ezzel a pénzzel, amúgy tényleg sok pénzem van, most nézem, hol is itt. 75 pénzt fizettem, és növelte a feudal taxemet? No! Ó, erre nem gondoltam, hogy ez meg fog történni. Jó, hát Boris király sem ér örökké, majd visszacsökkentjük, ha meghalt. Egy újabb dolog történik. Veikárt, ő a court physician-öm. És azt mondja, hogy beleszólt a beszélgetésünkbe. Én nem akarok a court physician-ömmel riválisani, úgyhogy csak így ignorálom. És remélem, hogy minden jobban megy. Megint erősebb lett az anyánk. Oké, semmi vész. Építkezem kéne közben. Mert most lett pénzem. A keresztes hadjáratból szerzett pénzt, azt erre lehet itt forgatni. Remek ötletem támadt. Rendezhetnénk egy ilyen mű asszaszinációt. És akkor a király... Hát, hogy így nevetne. Vagy lehet, hogy nem nevetne. Próbáljuk meg. Nem tetszett neki túlságosan a dolog. De tetszett. Ja, nem, most megy haza. De maga az assassination az nem tetszett neki. Jó, ez oké, így szommi. Tehát ez tényleg ez hülye ötlet volt. De hát, öcsém, 14 vagyok. Hát, mit vártok tőlem? Hát persze, hogy hülye ötlet volt. Csak hülye ötleteim vannak. Oké, építkezzünk, mondjuk Bars, a tehenészetet, azt tovább lehet bővíteni Nyitrában, a búzamezőket, Szabolcs. Hát Szabolcsot nem tervezem, hogy megtartani. Akkor már inkább Győr. Máriának, Csanád Máriának hozhatnék egy virágot. És egy crush-t szerezhetnék rá, de neki már van egy jegyesen, no, átkozott Sieghard van Babenberg. Miért teszed ezt velem? Pedig oly tökéletes lett volna Frigyünk. Mert ő amúgy a lánya? Ő a lánya a királynak. Ó, Boris lánya. Hát akkor valahol megértem egyébként. Nézem az öröklést, a Borisnak két fia van. Pongrácz és Levente. Szóval itt azért lesz kiöröklődés. Ott akár még testvér viszályra is számíthatunk. Hát ha igen, hát ha nem. Nem nagyon kéne hagyni elpusztulni egyébként semmit, tehát hogyha nincs rá szükségem, mint mondjuk erre a potsherdre, akkor inkább disztrójoljuk mi magunk, mert abból legalább jár pénz. Lock of Air, ezt talán akkor érdemes beadni, hogyha majd lesz feleség, meg készülnek a babócák. Level of Splendor increased. Növekedett a hírneve a családunknak. Hát akkor amúgy akár növekedhet is. Tehát azért egyre nagyobb család vagyunk. Ez már nem tréfa dolog, ami itt történik. Még azt várom, hogy felnőjek, mert viszont, hogyha stewardship-en vagyok, akkor a felnővéssel járni fog nekem extra stewardship pont, és talán azzal már rá tudunk állni a 6/6-ra, feleséggel vagy anélkül. Nézzünk is egy feleséget egyébként. Tatjana Subic. Banate of Croatia.
akik közel vannak, és elég nagyhatalmúak. Tatjana maga... Hát... Lehetne pár... trét, mint mondjuk Theodora von Leibniznek van, amit így... továbbadhatunk. Oké, Mária család... Család Mária most már nem érdekel. Eddig érdekelt. Theodora von Leibniz, ő quick. Wrathful, ambitious, generous. És Daneberg segítségét hozna magával, ami nincs közel, és nem is túl sokan vannak. De ha igazán mindenáron az lenne a cél, hogy szövetséget szerezzek, akkor ott vannak a tesóim is még. Tehát inkább próbálj meg ilyen genetikailag egyenesbe állni. Úgyhogy én már kértem is ezt a házassági kérést. Nagyon jó. Te nem akarsz szövetségesem lenni? Legitimized bastard. Declare Queen Maria as a legitimized bastard. Oh, by all means. Hagyd legyünk rá büszkék, most már, hogy királynő lett. És akkor ő most már egy legitimizálva van, mert ő a Szilveszter Szent Györgyének egy bastardja, úgy látom. Frigyen kívül született, gondolom, akkor az lesz itt a megfejtés. Jó, hát... én örülök, ha ők örülnek, hogy megy még a development. 0.9 a növekedés, akkor itt van az a pont, hogy talán érdemes megint inkább a kultúrával foglalkozni. Most már Borsodban van egy 20-as development. Ha ránézünk itt a development térképmódra, akkor Borsod az világlik itt a környéken. Nyilván nem ér utol egy Rómát vagy egy Tivolit, de azért nem rossz. És én pedig Fortune Builder lettem, ami... Nem, Thrifty Clerk lettem, ami egy hármas. Nem is rossz, nem is rossz. Akkor hármas szintű stewardship-el folytatjuk. Hogy vagyok most így? 6 per 4. 6 per 4. Jesus. Akkor viszont domain focus, legalábbis egy ideig. Így már 6 per 5. És akkor behívtak a tanácsba, mint steward. Szuper. Akarok-e világra szóló lakodalmat? Szerintem akarok. Mert mi ilyen bulizós népek vagyunk egyébként. És azonnal meg is szeretném tartani. Grand Wedding Borsodban. Hát, mégis amúgy költhetünk rá, ha nagyon szeretnék. Most már vazalusaim is vannak, tehát még akár arra is lehet figyelni, hogy ők jobban kedveljenek. Ez így jó lesz, ez a típusú. 400 arany rámegy, az a vagyonunk fele, de kinézi, és nincs igazán különösebb célom vele, mint hogy stressz csökkentsek, jól érezzük magunkat, és legyen egy feleség. Ja, és közben anyámnak szólni kéne, hogy taka van. Köszi anyu, hogy segítettél, de taka van. Jó, megértette, hál' Istennek. Ő maradt egyébként a régensem ennek, tehát továbbra is, hogyha valami így, nem tudom, elutazok, vagy valami történik velem, de az most már nem fog problémát jelenteni. És akkor én azt hiszem ennyire meg is köszönöm nektek a figyelmet a mai napra. Ez a felnövéshez egy ilyen kemény dolog volt, de most már újra felnőtt karakterrel vagyunk, és Antallal irányíthatjuk a sorsunkat innentől kezdve a jövőbe is tovább. Köszi a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok!